a szallagavató, az iskola és a végzősök legnagyobb ünnepe. Ekkor még felhőtlenül vidámak, boldogok, mert ez még csak a kezdetét jelöli a keményebb, hajtósabb időszaknak. A szalagavató az mindig jelez már valaminek a végét, illetve jelzi valaminek a kezdetét. Ugye jelzi a középiskolás évek végét, illetve jelzi azt, hogy a középiskolás éveket le kell zárni érettségivel, illetve kezdődik majd egy új a diákjaink életébe, felkészülés a főiskolai egyetemi évekre. 6 végzős osztályunk fog szalagot kapni ma, és 6 végzős osztályunk fog reményeink szerint kiváló érettségi után tovább tanulni. Most kezdik majd érezni, amikor tényleg felkerül a szalag, és innen nincs visszaút, megcsapja őket az érettségi szele. 12. év első felében komoly feladat a diákkirályválasztás, a kampány, ami egy kicsit még a diákévek bohóságait engedi előtérbe kerülni, és így a szalag feltűzésével, a szalagavatóval tényleg komolyra fordul a dolog. Innentől érzékeljük mindig, hogy komolyodnak diákjaink. Azt szeretném kiemelni a gyerekek számára, hogy nem csak az elkövetkező 4,5 hónap lesz az, ami igen sok munkát fog jelenteni, hanem egy picit szeretném felhívni arra is a figyelmüket, hogy a további életükben hogyan induljanak el, hogyan lépjenek tovább. Egyszerre vagyunk büszkék rájuk, és egyszerre engedjük őket útjukra, és nagyon izgulunk értük. Nekünk az iskolában azt mondták, hogy a szalagavató jelzi az érettségi felkészülésnek a kezdetét. Egyébként egy nagyon jeles alkalom számunkra, ugyanis a szüleink itt vannak, rokonaink itt vannak, és egyébként is ez egy jelzése annak, hogy elkezdődik ez a nagy folyamat, aminek a végén érettségizünk. Persze a diákok fejében az időről időre már lehet, hogy más jelent, mint amit 30 éve jelentett maga ez a rendezvény, de azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy itt a lányoknak a csodálatos ruháit megtekintetjük, a fiúk is szép smokingokban táncolhatnak majd. A készülődés már szeptembertől elkezdődik. A táncpróbák összekovácsolják a diákokat, és most csak a bemutatók sikeréért izgulnak a szüleik és a hozzátartozóik előtt.